Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Először megnézzük az ő gondolatait, az ő terveit. Itt a kígyó jelentheti a megújulásokat, a változásokat, vagy a gyógyító erőt is, de néha jelent egy hölgyet. És ez a nő írt neki valamit, hiszen itt látható a levél. Ez lehet az ex-barátnője, ez lehet az anyukája, a testvére, lehet egy kolléganő, vagy egy barátnő. Az is előfordulhat, hogy ez a nő akar tőle valamit. Hogyan érzi magát? Itt látható a kasza, ami elvág valamit, eltüntet valamit, tehát ő nem akar kapcsolatot ezzel a nővel. Itt anyagiakról van szó. Lehet, hogy ez a hölgy pénzt akar tőle, vagy van itt egy számla, követelőzik, vagy az is lehet, hogy pénzt akar kölcsön kérni, de a kasza azt jelenti, ő elutasítja ezt a nőt. Ha itt nem egy hölgyről van szó, hanem például a megújulásokról, akkor itt lesznek változások, hiszen ír neked, minden olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá, és a halak jelenthetik ugyanaz anyagiakat is, de jelentik a belső értékeket is, hogy lesz olyan változás hirtelen, mert értékes vagy számára. Mit fog tenni? Ő közeledik hozzád, hiszen mozgásba jön. Itt láthatóak az utak, amikor a sors utatok kereszteződik, tehát lesz egy találkozás. Az utak jelentik a döntéseket is. És itt előre mennek az események. Az is lehet, hogy egy másik férfi útban van hozzád. És mi köt össze benneteket? Itt a könyv jelentheti ugyan a tudást, a továbbképzést is, de jelenti a zárkózottságot. Lehet, hogy ő úgy gondolja, te eltitkolsz előle valamit, vagy fordítva van így, hogy te érzed azt, hogy ez a nő írt neki, ő nem beszél erről, mert nem akarja, hogy ez a dolog félreértésekhez vezessen, inkább hallgat, olyan csukott, mint ez a könyv. Tehát eltitkolja előled. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!